Megújult a Nővédelmi Központ eszközparkja. Nemrégiben érkezett egy új hasi ultrahang, most pedig egy a terhes gondozásban használatos, szintén új diagnosztikai berendezés segíti a különböző elváltozások és betegségek felismerését. A város polgármestere szerint az egészségügyi ellátás színvonalának folyamatos emelése mindannyiunk érdeke. Szükség volt ezeknek az eszközöknek a cseréjére. Szerencsére sikerült elérni egy gondos gazdálkodás és összefogás mellett, hogy most ezt a két eszközt, egyet tavasszal, egyet pedig a télen sikerült lecserélni. Az intézményben évente körülbelül 15 ezer ultrahangos vizsgálatot készítenek, így az új berendezésre nagy szükség volt, mondja a központ vezető főorvosa. Dr. Nagy László szerint ez a gép gyorsabb és pontosabb vizsgálatok elvégzésére alkalmas, mint a most lecserélt több mint 10 éves elődje. Amire 5-10 éve azt mondtuk, hogy fél időtáján van esélyünk fölismerni, ugye soha nem a bizonyosságról van szó, tehát kellő szerénységgel és alázattal kell művelni ezt a szép hivatást. Azt kell mondanom, hogy a gépek fejlődésével eljutottunk oda, hogy 12-14. Hét környékén van esélyünk hasonló diagnosztikus eredményre jutni. A város egészségügyi tanácsnoka arról beszélt az átadáson, hogy az ultrahang minden család számára biztonságosabbá teheti a gyermekvárást. Ez egy összetett folyamat, de ennek talán az is része, hogy mennyire kultúrált szép körülmények közé, és mennyire modern diagnosztikai eszközök közé tudnak jönni a terhesek. Talán ez is, reméljük, hogy kedvet csinál a gyermekvállaláshoz. A diagnosztikai berendezést a Humán Szolgáltató Intézet vásárolta. Az igazgató azt mondja, az egészségbiztosítási pénztártól kapott finanszírozás egy részét minden évben félretették, így 10 év alatt összegyűlt a pénz a készülékre. Közel 200 beteg fordul meg az intézménybe egy nap. Ebben a rendelőben is legalább 60-80-as betegforgalom szokott bonyolódni, nagyon meggyorsítja. Az új ultrahangot a szülészet nőgyógyászat területén használják majd. A korszerű szerkezetnek köszönhetően az idősebb korban szülő nők és a kockázatos várandóságok is nagyobb biztonsággal gondozhatóak.